Azt tapasztaljuk, mint kereskedőház, akik ugye közel 60 országban vagyunk jelen, hogy nagyon sok erőforrás lenne szükség egy-egy kiváló minőségű élelmiszergyártónak ahhoz, hogy megfelelő módon éveken keresztül egy-egy márkát bevezessen. Arra van erőforrásunk, hogy egy márkát támogassunk, és az is fontos, hogy ne árversenybe menjünk bele, hanem pozícionáljuk a terméket, erre az áldomás, akár a csomagolását, akár a minőségét tekintve alkalmas. Úgyhogy így aztán most már több mint 100 magyar élelmiszer lett az áldomás családnak a tagja, ez több mint 50 termelőnek a termékét jelenti. Ezt kapcsolódik egy fogyasztóbarát védjegy, tehát ugye fontos az, hogy csak olyan termék csatlakozhat az áldomás márkához, aki egy elég szigorú minősítésen átesik. Ez nem csak itthon, külföldön is nagyon fontos a vásárlók számára, hogy tudják azt, hogy egészséges élelmiszert esznek, és valóban ez egy olyan közösségi márka, amely alkalmas arra, hogy ezt pozícionálja. Amikor a portfólió kialakításán dolgoztunk, fontos volt, hogy kuriózumok is legyenek, mert biotermékek. Vannak benne kukoricakonzerv, gyümölcslé, szilvalekvárméz, amelyek alkalmasak arra, hogy integrálni is tudjuk azokat a kisebb termelőket egy márka név alá, megfelelő minőséggel és receptúrát követve tudjuk a minőséget és a mennyiséget is biztosítani a külpiacok számára. Bárki csatlakozhat, aki ezt a fajta minősítési eljárást tudja vállalni, és ennek a fenntartását tudja vállalni, de igazából nem a mennyiséget törekszünk, hanem hogy egy-két olyan húzó termékünk legyen, amivel egyéb piacon be tudjuk vezetni ezt a márkát.